Hogyan kell helyesen térkövet lerakni? Vagy egy fiókot összecsavarozni? Mitől ég a lámpas? Mi hajtja az autót? A 68-os diákok többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a DISZI által szervezett szakma bemutatón. A Heves megyei szakképzési centrum egyik legnagyobb tagintézményében közel 900 tanuló számára biztosítják szakmák elsajátításához a lehetőséget, nagy hangsúlyt helyezve a gyakorlati képzésre. Konkrétan mi az, amit megtapasztalhattak már, ha már említett, hogy mennyire fontos a kézzel fogható tapasztalás? Egyrészt az anyag maga, hogy megfogom, hogy milyen is ez, milyen a tapintása, a munkához szükséges szerszámok megismerése. Hiszen nagyon fontos, hogy kezébe fog például egy csavarbehajtót, láttuk ott, hogy asztalos munkában kis fiókokat csináltak. Azt meg kell tudni fogni, tudni kell kezelni, fordulatszámszabályzós, maga a csavarozás művelete, hogy hogyan viselkedik a fa, miközben összecsavarozzuk. A tanműhelyben a saját megtapasztalás útján többféle szakmát is bemutatnak a fiataloknak. Lányok s fiúk egyaránt érdeklődve figyelték és próbálták ki maguk is a fémipari szerszámokat. A fém meghajlítása és formára vágása során az egyik legérdekesebb feladatnak a plazmavágó használata mutatkozott, melyet a legbátrabbak ki is próbálhattak. Itt a fémipari munkák között pedig ugye lehetett látni plazmavágót most itt a végén, vagy lehetett látni menetmetszést, hegesztést, stb., vagy akár a kőműveseknél is, hogy egyáltalán közelebb kerüljenek ezekhez a dolgokhoz. Ne csak azt lássák, hogy a filmekben hogy van, meg tudja fogni, kipróbálhatja, falra kenheti, bármit megtehet, itt is vágtak menetet, vágtak plazmával, dugdostak össze áramköröket, tehát a tapasztalás öröme az, ami szerintem mindenképp fontos, hogy az ember el tudja dönteni, hogy mit is szeretne. A DISZI-ben sok érdekességet ki lehet próbálni, és mivel az iskolában a környezettudatosságra is figyelnek, a kísérletező kedvűek például még PET palackprést is készítenek.